Sziasztok! Mivel napjainkra már szinte az összes autó turbóval ellátva jön le a gyártósorról, független attól, hogy ottó vagy dízelmotor van-e benne, és még mindig nagyon sokan nem tudják, hogy egy turbomotoros autó milyen fajta törődést igényel annak érdekében, hogy ne kelljen idejekorán egy kisebb vagyon fejében lecserélni vagy felújítani a szóban forgó alkatrészt. Én most elmondom, mi az az egyetlen szabály, amit betartva biztos, hogy nem fogja magát előbb megadni a turbó, mint mondjuk a kaszni vagy bármi más. De először is a tisztánlátás érdekében lássuk, hogy mi az a turbó, és hogyan működik. Ez egy latin eredetű szó, annyit jelent, hogy forgó, örvénylő, és a turbó feladata a motorban a levegővel való feltöltés, ebből kifolyólag egyébként a szakirodalom rendszerint úgy hívja, hogy turbófeltöltő, ami feltöltést forgó mozgással végez a következő módon. Van egy közös tengely, aminek a két végére rögzítettek egy-egy turbinát, egyszerűbben ventilátort, és a kipufogó gáz hajtja az egyik turbinát, aztán a közös tengelynek köszönhetően ugye vele együtt fog forogni a másik turbina is, ami viszont tolja befelé a levegőt a motorhengerbe, annak érdekében, hogy ott megemelkedett levegőnyomást hozzon létre, így több legyen az oxigén, jobb legyen az égés hatásfoka, így több lesz a lóerő, jobban fog húzni a motor. Ezt még meg szokták spékelni intercoolerrel. Dízel motorok esetében ezt már úgy hívjuk, hogy turbo diesel intercooler. Ez már egy angol eredetű, vagyis angol szó, és azt jelenti, hogy közvetlen hűtő. Ennek a feladata, hogy a turbo feltöltő által a motorhengerbe tolt levegőt hűtse, és így sűrűbbé tegye. Ha valaki emlékszik még a fizika órán tanultakra, és a hőtágulás elméletére, azt tudhatja, hogy a meleg levegő ritkább, a hideg levegő pedig sűrűbb azáltal, ugye, hogy közelebb kerülnek egymáshoz a molekulák. Na most így a sűrűbb levegőnek köszönhetően a hengerben még jobb lesz az éges hatásfoka, még több lesz a lóerő, és még jobban fog húzni a motor. Na most egy normál motor fordulatszám mellett a turbo feltöltő fordulatszáma extrém magas, ahogy mondtam, még normál motorfordulatszám mellett is, és az extrém magas turbo fordulatszám, ez percenként 60 ezeret jelent, ami nem nehéz kiszámolni, hogy másodpercenként 1000. Egyébként ennek a magas fordulatnak köszönhetően hallhatjuk rendszerint azt a jellegzetes fütyülős turbó hangot is a dízelautókban. Na most ennek a magas fordulatszámnak köszönhetően ugye nagyon könnyen meggyulladna turbó tengelye körül az olaj, hogyha nem iktatták volna ki ezt a problémát nagyon ügyesen a szakértők a következő képpen. Nem egy szimpla csapágyazást alkalmaztak, hanem háromszoros áttételezésű csúszott csapágyazást, ami úgy néz ki, hogy a turbó tengelye forog egy szabadon futó csőben, ez a cső pedig forog egy másik szabadon futó csőben. Ennek az a lényege, hogy itt az áttételek számát osztokként kell kezelni. Itt konkrétan három áttétel van, ez leharmadolja az eredeti fordulatszámot, vagyis a tengelynek és a csöveknek az egymáshoz viszonyított fordulatszáma ezres fordulatnál már konkrétan 330 lesz. A turbó tengely körül attól függetlenül így is rohadt forró lesz az olaj, de legalább már nem gyullad meg. És akkor itt jön az az egyetlen szabály, amit ha betartotok, akkor nem fog tönkre menni idejekorán a turbó, az pedig az, hogyha megálltok az autóval, akkor legalább egy percig még hagyjátok alapjáraton ketyegni. Ez azért fontos, mert ha jár a motor, ugye megy az olajszivattyú, akkor folyamatosan van még olajkeringés a turbótengely körül is, és keringetett olaj mellett fog visszahűlni annyira, hogy ez már jó legyen, mert ha nem így teszünk, akkor az fog történni, hogy ahogy leállítottuk a motort, ugye mindjárt leáll az olajszivattyú is, megáll az olajkeringés, és a turbótengelyre az ott rekedt olajkapásból rá fog sülni. Úgyhogy csak ezzel az egy perces ketyegtetéssel szépen ki tudjuk iktatni, meg tudjuk előzni ezt a problémát. Ennyi lenne az egész. Mit akartam még mondani? Valamit még azt akartam ezzel kapcsolatban. Ja, ez csak igazából a temposabb használatok után számít, akkor kell szem előtt tartani ezt a dolgot. Az ilyen tötymörgös városi forgalomban ez nem számít, igazából ott abszolút nincs jelentősége. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!